Az egyház számára nagyon fontos, hogy a család intézményében nevekedjenek föl a gyermekek, és hogy a házasság a számunkra szent, ami azt jelenti, hogy életre szóló elköteleződést jelent. És hogy nagyon nagy szükség van boldog házaspárokra, akik egymásért élnek, és így adnak példát gyermekeiknek és a környezetükben, mindazoknak, akik ismerik őket. Akkor, amikor manapság és korunkban látjuk, hogy a család intézményét mennyire támadják, és a család fogalma alatt is már annyi mindent értenek. Mai világunkban, korunkban azt éljük meg, hogy az azonos neműek azért küzdenek, hogy házasságot elismerjék polgárilag is. Aztán vannak, akik már azt is családnak nevezik, amikor kis cicát vagy kiskutyát fogadnak örökbe, és így alkotnak egy családot. Annyiféle módon találkozunk a családoknak a szétzilálásával. Nagyon sokan elválnak is. A holtomiglan, holtodiglan helyett inkább az untomiglan, untodiglan dolgot tartják szem előtt. És még lehetne tovább sorolni, hogy hogyan támadják a család intézményét. Miközben, ahogyan említettem is, ez a legfontosabb, hiszen már a Teremtés könyvében is olvashatjuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette. És olyan szép az a kép, amikor Ádám egyedül van, és az Isten álmot bocsát rá, majd kivesz az egyik oldal bordáját, és ebből alkotja meg a hozzáillő társat, Évát, az asszonyt. És amikor Ádám felébred az álomból, akkor fölkiált, csont a csontomból, hús a húsomból, asszony a neve. Mert azt gondolom, hogy addig, míg az ember nem találja meg az igazi társát, addig társtalan, magányos és egyedül van. De ha a házastárs igazán társ, akivel mindenben lehet osztozni, akire lehet támaszkodni, az az ember életében a legnagyobb ajándék. Tehát ez a csont a csontomból, hús a húsomból kifejezése jutatja, hogy mennyire összetartozunk. Ön ez mint a szimbólum, ami azt jelentette, hogy az ókori világban egy cserepet ketté törtek, és így küldték el a postát, mert a cserép, az összetört cserép összeillett. Tehát az ember számára feladat, hogy megtalálja azt a hozzáillő társat, akivel az élete teljes és boldog tud lenni. És az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Milyen érdekes, illetve tudjuk, hogy egy Isten van, és az egy Istenben három személy, Atya, Fiú, Szentlélek. És az Isten nem magányos, mert a Szent Háromságban az Isten megéli a saját maga boldogságát. A három isteni személy, az Atya, Fiú és a Szentléleknek a belső életét nem is nagyon tudjuk megérteni. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy a Szent Háromság boldogságához mi emberek semmit nem tehetünk hozzá, és semmit nem vehetünk el. És a Szent Háromság személyei között van, láthatjuk meg a teljes odaadást, a teljes elfogadást és a teljes osztozást. Valójában minden párkapcsolatnak ez a hármas jellemzője. Az ismeretben születik meg a második isteni személy, a Fiú. Amikor az Atya meglátja önmagát, ebben a meglátásban születik meg a másik isteni személy, a Fiú. Ahogyan többször hallották már tőlem a kedves testvérek, ha két tenyerünket egymással szembe fordítjuk, akkor egymásnak tükörképei. Ugye akkor, amikor az Istenről beszélünk, akkor itt szellemi születésről van szó. Ez az ismeret annyira teljes, tökéletes, hogy mikor megszületik a másik isteni személy, a Fiú, akkor indul el a
két isteni személy között az a kapcsolat, hogy az Atya mindent oda akar ajándékozni a fiúnak, a fiú pedig teljes egészében elfogadja az Atyát. De a tökéletes szeretettel nem fér össze a birtoklás, ezért kell egy harmadik isteni személy, a Szentlélek, aki egybe kapcsolja az Atyát a fiúval. Tehát az összekulcsolt kéznél az összekulcsolás a Szentlélek, aki egybe kapcsolja az Atyát a fiúval. Hálát, aki jön az Úr nevén.